Jó estét kívánok! A kvóta javaslat vétójára készül Orbán Viktor a holnapi brüsszeli uniós csúcson. Kormányzati források az ATV-nek arról beszéltek, hogy a magyar miniszterelnöknek egy brutális zsarolási kísérletet kell visszavernie. Megint harcba indulunk az ellen a közösség ellen, amelyikhez mi akartunk csatlakozni, vagy szó sincs erről, és a miniszterelnök a hazai közönségnek játszik. A műsor elején megmutatjuk azokat a mondatokat, amelyeket Lázár János mondott mindenről a mai Kormányinfón ime. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak nem lesz könnyű a következő két nap. Lázár János szerint a menekültek kötelező szétosztása és az önkéntes szolidaritás versenyez majd egymással az uniós csúcson, amelynek fő témája a migráció lesz. A miniszter azt mondta, nagy nyomás nehezedik Magyarországra, mert úgy tűnik, többségben vannak azok, akik meg akarják szervezni a bevándorlást, mint akik meg akarják állítani. A magyar kormány álláspontját megköti a népszavazás, a parlament álláspontja és az alkotmánybíróság álláspontja. Mi a kötelező kvótát semmilyen formában nem tudjuk elfogadni. Lázár János hangsúlyozta, a magyar kormány csak és kizárólag az önkéntes szétosztás elvét tudja tolerálni, és ha ezt a javaslatot, amelyet a V4-ek is támogatnak, nem veszik figyelembe a csúcson, akkor Magyarországnak nincs más választása, mint a lehető leghatározottabb fellépést tanúsítani a kötelező elosztás ellen. A mi álláspontunk az, hogy mi nem tudunk ebben szerepet vállalni semmilyen körülmények között. Tehát, hogyha végigviszik az elképzelésüket, akkor vétóra kényszerítenek bennünket. Azt reméljük, hogy kompromisszum lesz, és az önkéntes kvóta elvét elfogadja. A filmet együtt néztük Z. Kárpát Dániellel, a Jobbik alelnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A nagyon érdekelne a véleménye arról, hogy tényleg az-e ez a történet, aminek látszik? Tehát élet-halálharc zajlik majd holnap Brüsszelben, és most eldől, hogy lenyomják a kvótát a torkunkon, vagy sem. Vagy nem ekkora a tétje ennek a holnap? Mit mond az önök EPP képviselője erről például? Nézze, élet-halálharc zajlik, de nem holnap, és nem Brüsszelben. Tehát a helyzet az, hogy egy évek óta tartó folyamatról beszélünk. Egyébként kemény lesz a Fidesz-KDNP-nek a holnapi nap, hiszen nézzük meg a kiinduló pontot. Orbán Viktor korábban ugye aláírt egy záró dokumentumot, ami a kvótaszerű megoldások végrehajtásáról szólt. EP képviselőik össze-vissza szavaztak, legyen szó a TTIP-ről, a CETA-ról, vagy éppen a kvótaszerű megoldásokról. És most jön egyébként a helyes álláspont, ami szerint gátat kell szabni a kvótának, én ezzel egyet tudok érteni. Az EP képviselőink nálunk meglepő módon ugyanazt mondják, mint az itthoni parlamenti képviselők, a Jobbik erre azért nagyon ügyel, a Fidesz-KDNP kevésbé, de a helyzet az, hogy a brüsszeli indokolatlan fenyegetés, ami ugye 1300 emberrel fenyegeti Magyarországot, és ezt én sem akarom, hogy valósággá váljon, ezzel szemben a valóság terében ott van Rogán Antal és csapata, aki a letelepedési kötvényüzletágon keresztül ennek az embermennyiségnek a többszörösét már letelepedési joghoz juttatta Magyarországon, és mi kikértük az adatokat a bevándorlás és állampolgársági hivataltól, amiből az derült ki, hogy ezrével sikerült még a családegyesítésen keresztül újabb idegeneket Magyarországra telepíteni. A faraón ügynél pedig ott tudjuk, hogy nem letelepedési kötvénnyel jött az illető, de tökéletesen bizonyítja, hogy egy gyenge szűrőrendszeren keresztül potenciális terroristák vagy azok a támogatók rajtunk keresztül tudnak bejutni csak az európai térbe, ez tarthatatlan. Egész játékot most a ringen kívülről nézik. Nem tartja-e ma már politikai hibának azt, hogy nem szavazták meg az alkotmánymódosítást annak idején? Mert akkor osztottak volna önöknek is lapot. Nézze, mi többféle alaptörvénymódosító javaslatot benyújtottunk, háromszor nyújtottuk be azt, ami minden jogcímen kizárja a betelepítést, melyik pártszövetség nem szavazta ezt meg. Értem, sőt, én pontosan tudom, nem szavazta azt, meg, hogy azt mondják, aztán hogy az eredetileg az ötlet is az önöké volt, de hát Orbán Viktor ellopta a sót. Mindegy, hogy ki az ötlet. Hát na ő védi az a lényeg országot. Az, hogy nézzük meg, mi van most a parlament asztalán. Utoljára benyújtottuk szó szerint a Fidesz-KDNP alaptörvénymódosítását, tehát amely csunka módon ugye de kizárná a betelepítés egyes jogcímeit. Egy mondatot tettünk hozzá, ami a letelepedési üzletágat kizárná. A Fidesz-KDNP képviselő ezt nem merték megszavazni, még csak vitatkozni sem mertek róla érdemben. Tehát azt látjuk, hogy a piszkos pénz megszerzése fontosabb. Lehet, hogy így most mi látszólag a poron vagy a színpad szélére kerültünk, de első a nemzet érdeke, és a szegény migránssal szemben a gazdag migránssal szemben is meg kell védeni Magyarországot. Tehát mind a két kategóriai. De most Orbán Viktor védi meg Magyarországot. Orbán Viktor nem védi meg Magyarországot.
Magyarországot. Járatja a hazavédelmét. Orbán Viktor azért nem védi meg Magyarországot, mert önmagával ellenkező módon cselekszik, és a saját retorikáját tagadja meg. Én most már szeretném tudni, melyik az igazi Orbán Viktor. Lehet, hogy most a brüsszeli térben el tud játszani egy színpadi sót, és én nagyon remélem, hogy ez Magyarország megvédése felé mozdítja a dolgokat, hiszen nem vagyok ellendrukker, ha a haza szempontjáról van szó. De mi jobbikosok nem vagyunk megalkuvók, átmeneti látszólagos politikai veszteséget is vállalunk, hogyha azokról az alapelvekről van szó, amelyekről tudjuk, hogy megvédik Magyarországot hosszú távon, már pedig azt a választók is látják, és nem csak mi szembesülünk ezzel, de most már a kutató cégek is ezt mutatják, hogy Magyarországon egyedül a Jobbik képes leváltani az Orbán kormányt a következő választásokon, tehát két kérdés van. Vagy a Jobbik váltja le az Orbán kormányt, vagy senki. Ez a két lehetőség áll fenn. Nyilvánvaló módon a választók jó nagy többsége arra fog szavazni, hogy inkább a Jobbik váltsa le ezt a kormányt, mint senki. Jó, vigyük tovább ezt a vonalat. Minden derék jobbikos szép álma teljesül, és a Jobbik kormányzati tényező Magyarországon. Bárcsak már önök hogy nyomnának gombot holnap Brüsszelbe? Tehát ugye két javaslat van az asztalon, az egyik a Brüsszel által támogatott kvótarendszer, a másik ez az úgynevezett szlovák megoldás. Ez az önkéntességi, szolidaritási elven működő kvótarendszer, amiben van mozgástere a tagállamoknak. Melyik lenne a jobb, vagy a kisebbik rossz? Nézze, erős méreg sem kell, és fékezett habzású méreg sem kell. Nincs indok, ami amellett szólna, hogy bármilyen kvótaszerű megoldással operáljunk. Én értem, hogy az önkéntes kvótát sokan elfogadják. Mi is könnyebben szemlélnénk egy ilyet, mint a kötelező, de azt kell, hogy mondja, Magyarország viszonylatában már pedig engem csak ez érdekel. Na de a lelők úr, akkor azt csinálnak, amit Orbán Viktor, hogy vétózni fog. Így van, Magyarország szempontjából zéró toleranciára van szükség, de nem elég, hogy Orbán Viktor ott vétózik. Ez tökéletesen látta a szerkesztő úr, ez a színpadi show. A valóság viszont szembe jön, közeleg a tél, ugye a trónok harca rajongók értik, hogy miről beszélek, közeleg a tél, és bizony a falat meg kell védeni. A határzár tekintetében óriási problémák vannak, önálló határőrséget kell felállítani, hiszen bármikor elindulhat egy újabb áradat, most kell felkészülni a kegyelmi percekben erre. Másrésztről pedig a letelepedési kötvényüzletek piszkos pénz megszerzésére irányuló módjai le kell zárni, ki kell vizsgálni azt, hogy kifelelős, milyen szűrőrendszerek kimunkálásának az elmaradásáért, és nem szabad további ezreket bejuttatni az európai piacra Magyarországon keresztül, hiszen ha valamiben van nemzetbiztonsági veszély, ez az. A jobbikosok azért vallanak zéró toleranciát, mert nem vagyunk hajlandóak asszisztálni Orbán Viktor játszadozásához, amelynek értem Brüsszelben hangosan kiabál, közben pedig betelepítik az idegeneket. De most mondta el, hogy Orbán Viktor azzal, hogy vétózni fog Brüsszelben, tulajdonképpen azt csinálná, mint amit a Jobbik is tenne ebben a helyzetben. Aztán úgy folytattam a mondatot, szerkesztő úr, emlékezzen, hogy az a színpadi show része. Lehet, hogy Brüsszelben fellépünk Magyarország érdekében, de itthon is fel kell. Van nemzetállami megoldás, hazudik, aki azt mondja, hogy nincsen. Önálló határőrség felállítása, visszatoloncolások, visszautasítása, letelepedési kötvényüzletek megszüntetése, egy felelős nemzeti kormány ezt a három lépést keresztül vitte volna, a Jobbik kormány pedig keresztül is fogja, arra pedig a választ megtalálni, hogy a jelenlegi miért nem tette ezt, meg minden választónak saját magának kell, de egy felelős nemzeti kormány elindult volna azon az úton, amelyen a Fidesz-KDNP csak tötymörög. És még mondják azt, hogy a Jobbik hazajár az ALTV-be. Köszönöm szépen, hogy beszélgetett, vitatkozott velem. Minden jót! Gyors helycsere után velem szemben már Kovács László, szocialista politikus volt, külügyminiszter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Önnel is azzal kezdeném, hogy valóban az-e a tétje a dolognak, mint amit a kormányzati kommunikáció súlykolni igyekszik, nevezetesen, hogy holnap ez döntő nap lesz, el fog dőlni, hogy sikerül megvédenünk a szabadságunkat, vagy letolják a torkunkon a kvótarendszert. Nézd, a kormány szándéka, és hogy mondjam, Orbán Viktor szándéka, hogy ezt az egész menekült válságot saját belpolitikai helyzetének erősítésére használja ki. Ez már akkor elég nyilvánvaló volt, amikor 2015. januárjában a francia szatirikus hetilap a Charlie Hebdo elleni merénylet után az ott összegyűlt kormány és államfők között, akik kifejezték a szolidaritásukat Franciaországgal, a
osztoztak a gyászában a halottak hozzátartozóinak, elítélték a terrorizmust, és állást foglaltak a sajtószabadság mellett, mert az a merénylet, az a sajtószabadság ellen is irányult. És ott Orbán Viktor volt az egyetlen, aki mondott egy beszédet, ami nem erről szólt. Ő a terrorizmust és a menekült válságot hozta összefüggésbe, azt mondta, hogy a terrorizmus oka a bevándorlás. Noha akik akkor a merényletet elkövették, azok nem bevándorlók voltak, hanem másod-harmad generáció óta ott éltek. Következésképpen akkor önben is erős a gyanú, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen a hazai közönségnek játszik. Pontosan. Ez nem gyanú, én ebben meg vagyok győződve, hogy a hazai közönségnek játszik. Mondjon nekem még egy országot valaki, nem ön, de valaki, ahol például olyan kampányt folytattak a menekültek ellen, mint amit Magyarországon a kormány szervezett, a magyar nyelvű óriás plakátok, a nemzeti konzultáció már ezt megelőzőleg, és egy sor vaskos hazugság, amit állítottak amit a menekültek. Amit követett egy érvénytelen kvóta népszavazás. Így van. Na most nézem éppen az érvelést, azt mondja, hogy hát a kormány nem hagyhatja figyelmen kívül 3,3 millió választó akaratát, akik ugye nemmel szavaztak. Na de 5 millióan nem szavaztak nemmel, tehát egy kisebbség akaratát nem hagyhatja figyelmen kívül a kormány, hát ez is egy álságos állítás. Több az egész arról szól, hogy Orbán Viktor eljátsza Magyarország védelmezőjét, sőt a keresztény Európa védelmezőjét jó, is. Ha így gondolja, akkor Orbán nagyon magasra emelte a tétet, mert gyakorlatilag Lázár János szavait idéztük, csak szerintem még úton volt befelé a stúdióba. Gyakorlatilag úgy pozícionálják Orbánt, hogy hősként megy el Brüsszelbe. Egy hős onnan csak győzelemmel térhet haza. Képes-e például Orbán egyedül vétózni? Tehát alkalmas-e az ő vétója arra, hogy ezt az egész európai folyamatot megakassz? Most egy nagyon lényeges dolog, amit fölvet. Ugyanis az a vétó, ami megakadályoz valamit. Na most ő nem tudja megakadályozni. Itt született egy többségi döntés, már egyszer a belügy és igazságügyminiszterek tanácsán. A többségi döntés a szabályok szerint azt mondta, hogy ezt a bizonyos 160 ezer menekültet, akik részben Olaszországban, részben Görögországban már vannak, azokat úgy kell elosztani, hogy igazságos legyen, méltányos legyen a teher megosztás. Amikor Orbán Viktor és a kormány részéről megszólalók arról beszélnek, hogy kényszerbetelepítés, akkor ők valótlant állítanak, ez nem kényszerbetelepítés, ez a létező terhek, a menekült válság terheinek egy méltányos, igazságos elosztása. Hát senki nem hiheti, hogy az az igazságos, hogy csak Olaszország és Görögország, mert két tengerparti országról van szó, viselje az egész terhet. Na most ennek az ügyében folytatott egy kampányt a kormány tulajdonképpen majdnem két év során, ezért rendeztek nem tudom én 17 milliárdért népszavazást, teljesen értelmetlenül, hiszen semmilyen népszavazás egy uniós döntést nem tud megváltoztatni. Képzelje el, nem ön, a nézők, azt az Európai Uniót, amely úgy működik, hogy valamely ország, amelyik mondjuk nem tetszik az, hogy a magyar miniszterelnök gyermekkori vágyait éli ki kisvasútépítéssel, meg stadionépítéssel, uniós pénzek bevonásával. Mondjuk Finnországba, vagy Dániába, vagy bárhol rendeznének egy népszavazást arról, egyetérte ön azzal, hogy az ön adójának egy bizonyos részét Magyarország az uniótól kapott támogatásból stadionépítésre vagy kisvasútépítésre fordítsa. Hát így nem működhet egy unió, hogy... Én ezt értem, külügyminiszter úr, de közben arra gondolok, hogy ne becsüljük alá Orbán Viktort. Tehát én azt gondolom, hogy nem emelné ilyen magasra a tétet, ha nem lenne meggyőződve arról, hogy triumfálni fog holnap. Nem fog triumfálni. Tehát, hogy győzelemmel jön. Nem fog triumfálni, mert az Európai Unióban népszavazással nem le... Európai Unióban népszavazás a következőben nem lehetséges. Nem fordulhat elő, hogy támogatókat szerez? Hogy nem lesz egyedül a vétójával? Előfordulhat, például, hogy két-három miniszterelnök ugyanezt fogja mondani, többséget nem fognak elérni, és ha nincs többség, akkor nincs triumfálás, nincs győzelem. A vétó szó eleve azért rossz, tehát amikor a kormány arról beszél, hogy Orbán Viktor majd vétót jelent be, vétót olyan döntéseknél lehet alkalmazni, ahol egyhangú döntés szükséges. Én adóügyi biztosként ezt tapasztaltam. Ott meg lehet egyetlen egy nemmel akadályozni valamit, amikor
abban a kérdésben teljes egyhangúság kell. Ez nem olyan kérdés, ez egy többségi alapon, minősített többséggel eldöntető kérdés, tehát ebben a vétószó eleve hibás, ez félrevezetése megint a magyar közvéleménynek, Orbán Viktornak, mint hősnek a további építése, de én remélem egyszer a magyar közvélemény többsége rájön, hogy az óránál fogva vezetik most már 2010 óta. Van ugye egy szlovák különjavaslat, ez a bizonyos önkéntességi alapon szerveződő kvóta. Emögé összeállhat-e olyan támogatottság, hogy a végén aztán ezt lehet például győzelemként bemutatni? De hogy nem az eredeti brüsszeli javaslat valósult meg, hanem annak, ha úgy tetszik, egy felújított, lebutított, finomított változat. Én csak arra szeretném emlékeztetni a nézőket, hogy amikor fölmerült egy ilyen lehetőség, mivel érződött, hogy nem egy egyszerű dolog ezt a áthelyezést megoldani, még akkor is, ha ennek az igazságos és méltányos voltát nem nagyon lehet kétségbe vonni, azért azt se felejtsük el, hogy itt 160 ezer menekültből 1294 esne Magyarországra, és sokszor elhangzott már, hogy miközben majdnem 20 ezer letelepedési kötvényen alapuló bevándorló jött sokszor ide, és erről nem volt se népszavazás, se plakátkampány, semmi, tehát itt nagyon kétszínű játékot játszik a kormány. Tehát azért gondolom azt, hogy ebből győztesen ő nem tud kikerülni, ami, és itt egy lényeges dolog van, az önkéntesség szó. Amikor fölmerült Brüsszelbe az, hogy hát nézzük meg akkor önkéntesen, és akkor nyilatkozni kellett a kormányfőknek, hogy önként hány menekültet fogadnának be. Még Írország is, amely Magyarországnál területileg is kisebb, és létszámában, lélekszámában is. Orbán Viktor volt az egyetlen miniszterelnök, ami arra a kérdésre, hogy önként hány fogadna be Magyarország, azt mondta, egyet sem. Köszönöm szépen, Kovács Lászlóval beszélgettem, és szólítom László Róbertet, a Politika Kapitál választási szakértőjét, aki velünk van most egy kapcsolaton keresztül. Jó estét kívánok! Ugye folytassuk ezt a vonalat, tehát az ön véleménye szerint, ami történik, az külpolitika vagy belpolitika? Melyik a fontosabb ebben a kérdésben? Jó estét kívánok! Orbán Viktor számára ez sohasem külön választható, természetesen a két fronton egyszerre zajlanak ezek a folyamatok, de hát elsősorban minden politikus a belpolitikai tényezők mozgatnak, hiszen az újraválasztásra játszanak. Ez a legkiemeltebb témája Orbán Viktornak 2015 óta. Mindent el fog követni annak érdekében, hogy ezt napirenden tudja tartani, és hogy legalább a belpolitikai csatákban ebből megpróbáljon győztesen kijönni. A Jobbik támadása, ez folyamatosan erről szól. Ugye elég magasra emelték a tétet, és a szó pénzügyi értelmében is, tudomásom szerint önöknek van egy kutatása, amelyik vizsgálta azt, hogy mennyit költött el a kormány az adófizetők pénzéből az egész kvóta népszavazás kampányra. Én amit ismerek, és egyébként Kovács László is erre hivatkozott, az 17 milliárd forint. Valóban ilyen nagyságrendről beszélünk? Nagyon sokféle kalkuláció van ezzel kapcsolatban, a 17 milliárdban nyilvánvalóan az eljárási költségek is vastagon benne vannak. A mi teljesen friss felmérésünk alapján, amelyet a Transparency International együtt készítettünk, és benne volt a TNS Hoffman is, abban csak azt néztük meg, hogy kizárólag kampányra mennyit költött el a kormány. Pontosabban ezt vetettük össze azzal, amit bevallottak 2014-ben és 2016-ban. 2016-ban az országos népszavazás kapcsán azt mondták, hogy 8,6 milliárd forint költöttek el, hiszen a törvény nem határozott meg keretet, ezt igazából meg is tehették. 2014-ben viszont az országgyűlési választás esetén ott 1 milliárd forintnál többet nem lehet elkölteni papíron kampányra, úgyhogy mit volt mit tenni, ők bevallottak 984 millió forintot. Hát mindenki eldöntheti, hogy a két összeg közül melyik tűnik reálisabbnak, de az egész biztos, hogy legalább az egyik esetben a kormány nem mondott igazat. Ez a 8,6 milliárd, ez valószínűleg közel jár a valósághoz, de hogyha ezt elhisszük, már pedig a kormány maga mondta ezt, akkor viszont nagyon nehéz elhinni, hogy 2,5 évvel korábban kevesebb, mint 1 milliárdot költöttek el, amikor nem csak egy népszavazás volt a tét, hanem a saját újraválasztás. Világos, legalább úgy nagyságrend szerint ez a 17 milliárdos becslés, ez akkor többé-kevésbé pontosnak tűnik, ugye? Hát ez attól függ, hogy a társadalmi célú reklámokat, hirdetéseket milyen mértékben, hova számoljuk. Ez pontosan csak a kormány tudhatja, itt becslések versenyeznek egymással. Ez a 8,6 milliárdos bemondás csak a kampányra vonatkoztatva, ez nagyságrendileg jónak tűnik, és hogyha hozzáveszünk a 4-5 milliárdnyi eljárási költségeket, akkor már ez a 17 milliárd sem állt távol a valóságtól. Akkor gyakorlatilag tényleg az a helyzet, hogy a kormány fut a pénze után, eufemizmussal szólva, mert tulajdonképpen a mi pénzünk után fut. Tehát, hogy ezért van ekkora tétje annak, hogy most mi fog történni Brüsszelben.
Hát talán nem emiatt, inkább azt mondanám, hogy ez a pénzösszeg csak egy eszköz volt ahhoz, hogy a távlati politikai célokat elérjék. Minden esetre az, hogy a kampánynak a szabályozásán most már tényleg változtatni kellene, ez ebből is eléggé nyilvánvaló, hiszen már nem csak az van, hogy különböző civil szervezeteknek az állításai vannak szemben a kormányéval, hanem a kormánynak a két saját maga által tett állítása is vetekszik egymással, hogy nagyon időszerű lenne változtatni a kampány szabályokon. Ezt meg is ígérték egyébként utoljára májusban a Magyar Hírlapnak nyilatkozott erről Gulyás Gergely. Akkor még azt mondta, hogy idén ősszel be fogják nyújtani a kampányfinanszírozási törvénynek a módosítását, talán a választási eljárásait is. Ma volt ugye az utolsó, illetve tegnap volt az utolsó parlamenti nap, nem történt meg, most már tudhatjuk, hogy legalábbis késésben vannak. Jövő év elején talán még megtehetik, hogy ezen módosítanak. Hát pont ezt kérdeztem volna, ugye azt mondja, hogy nagyon időszerű lenne, de mondja, lát-e bármi realitást arra, hogy bárki a kormányból kikényszerítse ezt a lépést, ami egyébként az érdekei ellen való. Na pontosan ez a lényeg, hogy mi áll a kormánynak az érdekében. Nagyon sok vita van arról, hogy például a kamupártoknak a burjánzása, ez annyira jó-e a Fidesznek. 2014-ben vitán felül jó volt, hogy 2018-ban is jó lesz-e, ez egyelőre kérdéses, és már csak ezért is elképzelhető az, hogy véletlenül egybeesne a kormánypártnak az érdeke, meg a tiszta választásnak is az érdeke. Ritkán van ilyen egybeesés, de talán még ez is előfordulhat. Úgyhogy azt mondanám, hogy egy egész minimális esély azért még van rá, hogy 2017 elején ezen valamit változtatnak. Más kérdés, hogy ennek farvizén még milyen módosítások lesznek a választási rendszerben. Inkább ez a valós félelem. Néhány hónap, és tudni fogjuk ezt is. László Róbert, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Hajdú Nórával, az Együtt külpolitikusával folytatjuk. Jó estét kívánok! Érdekelne a véleménye, hogy ön szerint külpolitikailag Orbán kockáztat-e bármit azzal, hogyha befelé beszél, hogyha gyakorlatilag szabadságharcnak állítja be itthon ezt a kérdést? Visszahullhat-e ez az ő fejére külpolitikai szempontból? Vagy csak nyerhet vele? Semmiképpen nem nyerhet szerintem, mert az a kettős játszom, amit azért ő most már nagyon sok ideje játszik az európai fórumokon, azt szerintem már visszaütött, mert ugye ő most például úgy megy egy végső harcra, ugye így apostrofálta ezt Lázár János is, hogy közben elfogytak a szövetségesek körülötte. Mert hogy ugye Orbán Viktor most már következetesen egy olyan európai politikát folytat, ahol szövetségeseket is az utolsó pillanatban is a legnagyobb bátorsággal áldoz be, ha éppen ez az őnek a rövid távú politikai érdeke. Mondok erre egy példát is. Amikor az október 2-ai népszavazásra készült, előtte egy héttel, szeptember 24-én volt Bécsben egy uniós csúcs migrációs kérdésekről, ott például az uniós kollégáit, miniszterelnök társait hazugoknak nevezte és becstereneknek, mert akkor éppen az volt az érdeke, hogy feszítse ezt a történetet, amiatt, hogy legyen egy érvényes népszavazása. Azokkal a miniszterelnök társaival szemben használt ilyen hangot, akikkel most éppen megállapodnia kellene. Vagyis ezek a dolgok mindig visszaütnek, mert az látszódik szerintem a miniszterelnöknek a politizálásán, hogy mindig csak a következő 5-10 órára gondol, és közben elfelejti azt, hogy a holnap és a holnap után sokkal nagyobb problémákat fog neki okozni emiatt a politizálás miatt. Láttunk már tőle ilyen húzásokat, csak hadd emlékeztessem, ami az amerikai elnökválasztási kampányban történt. Ugye mindenki sziszegett és azt mondta, hogy ekkora böszmeséget, hogy Trump mögé beállni nyíltan. 19-re lapot húzott és bejött neki. Nem gondolja, hogy senkit megismételhető ez a fajta politikai ügyesség? Nem gondolom, hogy ez egy... Tehát az, hogy Trump győzött, az jó Magyarországnak és jó a magyar külpolitikának, mert lehet, hogy rövid távon Orbán Viktor mondjuk például tudott telefonálni Donald Trump-al. Lehet, Obama nem nagyon állt szóba vele. Így van, viszont az a világ, ami a Trump elnökséggel fog beköszönteni Európára is, egyébként és globális kérdésekben, azok ma rendkívül bizonytalanok. Nem tudjuk, hogy milyen lesz az új elnöki adminisztrációnak a viszonya Oroszországhoz, nem tudjuk, hogy milyen viszonya lesz a Közel-Kelethez, nem tudjuk, hogy milyen viszonya lesz az Európai Unióhoz. Azt biztosan látjuk például, hogy az európai konfliktusokból, az európai jelenlétből vissza akar venni a kijelölt amerikai elnök. Ez nem lesz jó Magyarország számára, se az Európai Unió számára. Úgyhogy mindenképpen különbséget tennék a között, hogy éppen Orbán Viktornak egy húzása bejön-e, abból pedig Magyarország nyertesként jöhet-e ki, mert szerintem egy külpolitikája akkor sikeres egy országnak, hogyha az a külpolitika jólétet és biztonságot teremt az adott ország számára. Trumpnak az elnöksége Magyarország számára nem fog se jólétet, se biztonságot teremteni. Visszakanyarodva a brüsszeli szavazáshoz, akkor, hogyha jól értettem a szavait, tulajdonképpen osztja Kovács László véleményét abban,
hogy nehéz triumfálni ebben a helyzetben. Tehát nem nagyon képzelhető el olyan forgatókönyv, hogy Orbán azzal jön vissza holnap Brüsszelből, hogy sikerült, megakadályoztam a kvóta népszavazást. Ugye itt fontos, hogy a nézők lássák azt, hogy az Európai Tanácson a döntéseket mindig konszenzussal hozzák meg az állam és kormányfők. Ezeket a konszenzusos döntéseket egészen decemberig a magyar miniszterelnök is minden alkalommal megszavazta, részt vett ezeknek a döntéseknek a végrehajtásában. Vagyis az a kettős beszéd, hogy Orbán Viktor mindig oroszlánként megy ki Brüsszelbe, és azt akarja képviselni, hogy itt Magyarország harcosa áll szembe, közben pedig igazából kisegérként távozik mindig ezekről a tárgyalási fordulókról, mert minden döntést ellátott a saját kézjegyével. Minden döntés, amiben az Európai Unió a kvóta kérdésben, vagy akár a menekültügyben ment előre, az mindig a magyar miniszterelnöknek a támogatását is bírta. De hogy a kérdését se kerüljen meg, hogy milyen körülmények között megy ő oda. Ugye amikor a decemberi ülést készítette elő az Európai Unió, akkor a magyar miniszterelnöknek még az volt a tarsolyában, hogy meg fog nyerni egy kvóta népszavazást Magyarországon, ezt elbukta. Utána pedig második lehetőségként pedig azt gondolta, hogy majd alkotmányt, alaptörvényt módosít, ezt is elbukta. És utána már egyedüli lehetőségként az az alkotmánybíróság maradt a számára, amely ugye egytől egyig mind a 15 ember az ő személyes jelöltje, vagyis hát nehezen lehet azt mondani róluk, hogy független szereplőként döntöttek a miniszterelnöknek kedvező módon. Tehát ez az egyik, hogy az összes belpolitikai harcát elvesztette a kvóta népszavazás kapcsán. A másik pedig, hogy valóban egy ilyen megnyengült belpolitikai bizonyítvánnyal kell neki most éppen képviselnie Magyarországot az Európai Unióban, és itt megint csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy viszont Magyarországnak a szavazata annyit ér, Magyarországnak a tárgyalási lehetőségei annyit érnek, amennyi szövetséges tudunk felmutatni. Márpedig az a politizálás, amit Magyarország bemutatott az elmúlt években, az nem a szövetségeseit gyarapította, hanem inkább az ellenségeit. Hajdú Nóra, köszönöm szépen a beszélgetést önöknek, meg a figyelmet. Már is kezdődik a híradó. Mi holnap ebben a műsorban újra találkozunk. Viszontlátásra!